város önkormányzata város borabor versenyét immár 5. alkalommal rendezte meg. Az idén 2021. március 26-án történt a megmérettetés. Felkérem Tóth Balázs polgármester urat köszöntőjének megtartására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Örülök, hogy ebben iszonyú meleg napon is viszonylag szép számmal összejöttünk itt a főtéren. Külön köszönöm itt a segítőknek, nem volt egyszerű dolog, és kis elnézést kéréssel kell kezdenem. Ugye azt ígérjük minden évben, hogy ezen a napon bor fog folyni a kútból, hát ez olyan jól sikerült, hogy folyamatosan folyik. Tehát azt kérem most itt a kedves vendégeinktől, hogy ne próbálkozzanak vele. Idén nem jött össze a mutatvány, bár a kollégáim a héten néhányszor elpróbálták. De térjünk vissza a békenapra. A Vasvár a történelem könyvekben úgy került be, hogy 1664-es vasvári békekötés helyszíne, amikor a keresztény seregek Szentgotthárdnál győzelmet arattak, és a békekötés ugye folyamatosan vonul vissza a két sereg, a Rába két partján, és amikor Vasvárra érnek, arra tudnak megegyezni. A történelmi könyvekben mi még úgy tanultuk, hogy ez egy szégyenletes békekötés. Nem tudom, hogy a mai történelmi könyvben mi szerepel, de azóta a történészek kiderítették, hogy ez egy reális béke volt, hiszen ez teremtette meg az előfeltételét annak, hogy utána a törököt véglegesen ki lehessen űzni Magyarországról. Így derült ki először, hogy az addig verhetetlennek hit török sereg ellen a tűzfegyverek reépítő keresztény nyugati seregek erőfölénybe tudnak kerülni. De ennyit a békenapnak a hátteréről, de inkább szívesebben arról beszélnék, hogy a borverseny és a hozzátartozó szőlőtermesztés mit jelent is a hegyháknak. Most már sokadik alkalommal szervezzük meg ezt a borversenyt. Onnan kezdődik a történet, hogy itt a hegyhát 22 falujából 20-nak legalább egy szőlőhegye van, de van, ahol több szőlőhegy is. Vasvár gyakorlatilag három irányból, keletről, délről, nyugatról is szőlőhegyek övezik. És a magyar ember lelkéhez közel áll a szőlő termesztés, a bor készítés. Hogy ezek a táj elemek a vasvári látképhez, tájképhez, városképhez hozzátartozó szőlőhegyek ne menjenek a veszendőbe. Erre néhány évvel ezelőtt indult egy kormányzati program, az Árkerti program. Mi is ebbe részt vettünk, részt veszünk is. Ha lesz program folytatása, részt is fogunk venni. Folyamatosan próbáljuk az Árkerti szőlőhegyi infrastruktúrát fejleszteni, hogy mi is segítsük azt, de azok az emberek, akik esetleg csak egy kis lökés, akiknek egy kis lökés kellene, hogy a szőlőt ne hagyják fel az árkerteket, hanem a szőlőtermesztésbe tovább vigyék a meglévő kultúrát, azok ne hagyják, abba is folytassák. A borverseny rendszeres, nem akarok előre menni, hogy Varga Zolita szeretném valahogy föl apostrofálni. Tehát Varga Zoli mondta, amikor megkérdezték tőle, hogy hát miért termesz szőlőt, akkor azt mondta, hogy mert apám is készítette. És ebben nagyon mély igazság van, mert a gyökereinket jelzi, hogy itt a hegyháti embernek a szőlőtermesztés az nem csak egy rekreációs tevékenység volt, ahol vasárnap délutánonként ki lehetett menni, és a férfiak összegyűltek, megbeszélték a heti dolgokat, és hazahozták a következő heti bort, hanem a kulturális tevékenységnek a része, a hegyháti ember lelkének a része a szőlőművelés. Nagyon bízom, hogy ez a kis borversegés ennek a kultúrának a megtartását szolgálja. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki a szőlő a borversenyre benevezett, és nagyon bízom benne, és az látjuk is egyébként, hogy évről évre egyre többen minősítik a boraikat. És bár nem vagyunk egy bortermő vidék, nem vagyunk olyan híres bortermő vidék, mint az ország számtalan más részén, azért nagyon jó kis boraink vannak, ezt a kedves vendégeink is meg tudják majd talán, vagy igazolni tudják majd remélhetőleg. És az itt vannak olyan borok, ezt majd a borverseny főszervezője és a bírálóbizottság elnöke fogja részletesebben elmondani,
amelyek más megmérettetésen is komoly eredményt érnek el, tehát biztos, hogy van jövője a hegyháti bortermelést, szőlőtermelésnek, borkészítésnek is. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, és kérem azt, hogy a többi programon is vegyenek részt velünk. Köszönöm szépen! Köszönjük, polgármester úr, gondolatait! A díjátadó Vízbári Sándor úrnak, a zsűri elnökének rövid értékelésével folytatódik, majd polgármester úr és a zsűri elnöke átadják az okleveleket a verseny résztvevőinek. Felkérem elnök urat az értékelésre. Köszönöm, tisztelettel köszöntök mindenkit, hölgyeket, urakat, bortermelő barátaimat, kollégákat. És hát polgármester úr történelmi dolga kezdte, én is egy kicsi történelmet hadd dobjak itt az elejénbe. 6000 éve az emberiség iszik valamilyen árjesztett folyadékot, de 5000 éve biztos, hogy bort is. És a hegyháton is úgy gondolom, hogy mindig is volt szőlő, ahogy a polgármester említette, és hát itt Vasvárnál gyakorlatilag megszűnik. Rába fölött nincs bor, egy szőlő a Rába alsó részén, itt még a Vasvár környékén még található, aztán onnantól kezdve nem nagyon, és ez a terület mindig is benn volt a bor vidékek között. Ez a zalai, vas és a sopronyi, sopron-pozsonyi borvidéknek a része volt, és 1884-től egy-két település bent is volt a bortermelés között. Csipkerek, Mincent, Csehi, Baltavár, Mihályfa, tehát ezek a területek megvannak említve 1884-es írásokban is. Tehát itt mindig is termeltek szőlőt, és én örülök neki az, hogy évről évre több bort hoznak el a bírálatra. Az idei esztendőben 41 mintát kaptunk, az egyik legtöbb borminta az elmúlt 5-6 évben, amióta itt mi ezt megszervezzük. És ebből 5 aranyérem, 20 ezüstérem, 12 bronz és 4 oklevél született. Én azt gondolom, hogy ez egy egész szép eredmény, mert azért az elmúlt 1-2 évben, illetve az idei év is, ahogy alakult eddig, nem lesz egy könnyű esztendő. Nagyon-nagyon nehéz lesz ezekből az évekből jó borokat készíteni, de hát aki sikeresen elkapta időben ezeket a tevékenységet, azért itt az eredményen látszik. És a 20 fehérbor, 3 rozé és 18 vörösbor között lett ez a szép eredmény. Igaz, hogy fehérborba csak egy aranyérmet tudtunk kiosztani, 9 darab ezüstöt, 8 bronzot, 2 oklevelet, és hát a rozébor is megjelenik a palettán. Aranyérem nem született, 2 ezüst és 1 oklevél, a 18 vörös között 4 darab aranyérem, 9 ezüst, 4 bronz és 1 oklevél született, tehát úgy tűnik, hogy a vörös boroknak a készítésére egy kicsit jobban koncentráltak a gazdák, és ezáltal sikeressel volt, illetve hát egy-két olyan fajta is megérik ezekbe a fölmelegedett időszakokban, ami eddig nem szokott. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezek az eredmények jók, szépek, és egyre több bor van, és arra kérek mindenkit, hogy egy ilyen megmérettetés, tehát egy ilyen bírálat, azt mondják, hogy én boromat ne pifongolja senki, hát hozzá, mert nem tudjuk, hogy nagyon sok jó bor bennmaradt a pincébe. Hozzá kell, hadd tudjuk megkóstolni, hadd tudjunk véleményt mondani, és terjeszteni a hegyhátnak a hírét, hogy igenis itt is vannak jó borok. Megmutatkozik az is, hogy megyei versenyeken, vagy akár külföldi, horvát, szlovén, vagy zalai területen, komolyabb borversenyeken is az itt megtermelt borok nagyon szép eredményeket hoznak. És hát én köszönöm azoknak a gazdáknak, akik hajlandók kimenni a hegyre és még csinálni azt a nem könnyű feladatot. Mindaddig ne hagyjuk abba, mert amíg emberiség lesz, addig szőlő is és bor is lesz, mert szükség van rá. Az egyetlen olyan élelmiszer típusunk, ami romlott állapotban is fogyasztható és nem okoz betegséget vagy halált, az a bor. Tehát a romlott bort is meg lehet inni és nem fogunk belehalni, úgyhogy de nem az a cél, hogy ilyen termeljünk, hanem
a minél jobbat magunk részére. Akkor szeretnénk kiosztani a díjakat, illetve az okleveleket. Köszönjük szépen! Kérem a tisztelt díjazottakat, hogy nevük elhangzását követően az oklevél vagy oklevelek átvételéhez szíveskedjenek ide a mikrofon közelébe fáradni. Az idei évben az értékelés során az alábbi minősítéseket adta, ítélte oda, osztotta ki a zsűri. Hantó József, Vegyesfehér, 2020-as évjáratú bora, ezüst minősítést kapott. Pál János, Kormin, 2020-as évjáratú bora, ezüst minősítést kapott. Török János, Vegyesvörös, 2020-as évjáratú bora, ezüst minősítést kapott. Hosszú Lajos, Vegyesvörös, 2020-as évjáratú bora, bronz minősítést kapott. Vegyesfehér, 2020-as évjáratú bora, ezüst minősítést kapott. Nagy László, Vegyesfehér, 2020-as évjáratú bora, bronz minősítést kapott. Képfrankos Merló Cabernet, 2020-as évjáratú bora, ezüst minősítést kapott. Pál József, Vegyesfehér, 2020-as évjáratú bora, bronz minősítést kapott. Zweigelt, 2020-as évjáratú bora, bronz minősítést kapott. Szalai Sándorné, Otello Zweigelt, 2020-as évjáratú bora, bronz minősítést kapott. És Noa, 2020-as évjáratú bora, ezüst minősítést kapott. Szalai László, Ezerfürtő, 2020-as évjáratú bora, bronz minősítést kapott. És Ezerfürtő, 2018-as évjáratú bora, ezüst minősítést kapott. Unger József, Vegyesfehér, 2020-as évjáratú bora, bronz minősítést kapott. Képfrankos, 2020-as évjáratú bora, ezüst minősítést kapott. Tudás Zsolt, Irsai Olivér, 2020-as évjáratú bora, oklevél minősítést kapott. Pinot Noir Rosé, 2020-as évjáratú bora, oklevél minősítést kapott. És Pinot Noir Zweigelt, 2020-as évjáratú bora, ezüst minősítést kapott. Horváth Csaba, Vegyesvörös, 2020-as évjáratú bora, oklevél minősítést kapott. Vegyesfehér, 2020-as évjáratú bora, bronz minősítést kapott. Királylányka, 2020-as évjáratú bora, ezüst minősítést kapott. Tuboj László, Vegyesfehér, 2019-es évjáratú bora, bronz minősítést kapott. Vörös Kudi, 2018-as évjáratú bora, ezüst minősítést kapott, és Vörös Kudi, 2020-as évjáratú bora, ezüst minősítést kapott. Somlai Péter, Cserszegi fűszeres, 2020-as évjáratú bora, ezüst minősítést kapott. Olasz Rizlin, 2020-as évjáratú bora, ezüst minősítést kapott. Cabernet Sauvignon, 2019-es évjáratú bora, ezüst minősítést kapott. Pátria, 2020-as évjáratú bora, arany minősítést kapott. Tőke Imre, Chardonnay, 2020-as évjáratú bora, oklevél minősítést kapott. Királylányka, 2020-as évjáratú bora, bronz minősítést kapott. Fánáti Riesling, 2020-as évjáratú bora, bronz minősítést kapott. Kékoportó, 2020-as évjáratú bora, bronz minősítést kapott. És Otello, 2020-as évjáratú bora, ezüst minősítést kapott.
Varga Zoltán, Küvé Fehér 2020-as évjáratú bora ezüst minősítést kapott. Kibernel Bio 2020-as évjáratú bora ezüst minősítést kapott. Merló Rozé 2020-as évjáratú bora ezüst minősítést kapott. Dalmatin 2020-as évjáratú bora ezüst minősítést kapott. Küvé Vörös 2019-es évjáratú bora arany minősítést kapott. Merló 2019-es évjáratú bora arany minősítést kapott. Messiás 2020-as évjáratú bora arany minősítést kapott. És Malbec 2019-es évjáratú bora arany minősítést kapott. Tehát arany minősítést kaptak, és egyben Vasvárváros bora cím birtokosai, Somlai Péter 2020-as évjáratú Pátria bora, és Varga Zoltán 2019-es évjáratú Malbec bora. Igen.
illetve hallottam, hogy a világon a magyar Nobel-díjasokat úgy értelmezik, hogy a magyar nyelv zseniális adottságai közrejátszottak ahhoz, hogy a saját tudomány területükön ezek a feltalálóink, világhírességeink elvégyik a céljukat. Tehát azért hoztam fel példának ezt a beszélt nyelvi hasonlatot, hogy mennyire fontos a nyelv. És a képzőszeti nyelv is egy ilyen talentumnak tekinthető, amit egyre kevésbé tanítunk, és egyre kevésbé értik a mai emberek a képzőszeti nyelv változásait. Olyan radikális változások történnek a képzőművészet nyelvében, mert a mögöttünk lévő 20. század ezekről a forradalmi nyelvújításokról szólt, aminek következtében olyan nagyívű változások történtek, hogy a 20. század elején beszélt, használt képzőszeti nyelv beszélő viszonyban sincs azzal a nyelvvel, amit a 20. század végén, vagy az ezredfordulón, vagy ma a képzőművészet használ. Azért kell erről egy kicsit bővebben beszélni, mert ebbe a nagy európai vizuális nyelvbe kell elhelyezni a Vasvári VKH gyűjteményének az anyagát is, amelyik szemléletében, gondolkodás módjában a mindenkori európai vizuális nyelvhasználathoz alkalmazkodott, illetve ugyanazt a nyelvet beszélték a festők. A magyar képzőművészetre jellemző, amióta egyáltalán önálló magyar képzőművészetről beszélhetünk, mert azt tudjuk, hogy a korábbi évszázadokból vagy nem maradtak fenn a művészeknek a nevei, vagy mint az MS mester esetében, ugye csak egy szignóról tudjuk, hogy kifestette, de a ma sem sikerül azonosítani. Ma is sokan mondják azt, hogy ha bár felvidékről származik, de nem magyar művész alkotása, amit mi MS mesterként sajátunknak tekintünk. És hát a barokkban is tudjuk, hogy csupa osztrák művész mester dolgozott Magyarországon, tehát igazából a 19. század az, amikor azt mondhatjuk, hogy megszületik a magyar képzőművészet. És a 19. századi európai képi nyelvhez kapcsolódik az akkori magyar művészet, és ez öröklődik át abban a században, amelyikről ez a gyűjtemény szól. Annyit kell erről a 19. századi képzőszeti nyelvről tudni, hogy azt tudjuk és tapasztaltuk, hogy a barokkban, még a klasszicizmusban is van egy metaforikus nyelv, ami azt jelenti, hogy a keresztény gondolathoz, vagy a ókori antik mitológiához kapcsolódóan ezeknek a tovább adandó történeteknek, elbeszéléseknek, eseményeknek volt egy kialakult rendszere, amit ikonográfiai típusokban tulajdonképpen még a laikusok is értették, tehát ahogy elbeszélték a templomban a freskók, az eseményeket, az mindenki számára azért világos volt.